az van, hogy tegnap kaptam a hírt, miszerint a Zala folyóból is kihúztak egy ladát, egy ugyanolyan 1002-es ladát, mint amit a Dunából is kihúztak 18 október-novemberében, és hát mikor kijött a cikk ilyen 6 óra után kb., akkor már 5 ismerősöm elküldte abban a 10 percben, miután kijött, szóval azt mondom, hogy oké, rendben, nézzük meg, hát ha még ott van. Nem tudom, hogy ott van, lehet, hogy feleslegesen megyek, és lehet, hogy ebből az egész videóban nem lesz semmi, de olyan kicsit olyan paradoxon, mert mivel fenn van már a videó, és látjátok, és beszélek, ezért valószínűleg van belőle anyag, és még ott van, nem tudom. Menjünk már, basszus, lehet, hogy elviszik, menjünk már! Indulj már! Na, itt vagyunk a Zala folyónál, gyerekek. Ott van! Atya úristen! Látjátok, ott van! Ott van! Azt a... Na, erre kíváncsi leszek, gyerekek. Hát ide félre is állok. Atya úristen! Zalából kihúzott lada. Na nézzük! Na gyerekek, erre nagyon kíváncsi leszek. Hát ahogy láttam a képeket, nem sok különbség lesz a Dunából kihúzott lada meg e között, szerintem. Ugye, ha jól emlékszem, azt írták, hogy a 90-es években lopták el, és valahogy ezt is. Hát olyan déjà vu van. Atya úristen. Valószínűleg hasonló lesz az állaga. És remélem, hogy a sorsa is hasonló lesz. Ugye, aki nem látta a Dunából kihúzott lada című trilógiát, az ide kattintva meg tudja nézni. Szinte ugyanúgy nézett ki. Atya úristen. Atya úristen. Nagyon durva. Ugye búvárok találták meg. De büdös iszapszaga van, te atya úristen. Kegyetlen durva. Rendszám nincsen rajta, mint a másiknál, azon volt rendszám, bár azt is elcsúraszolták. Kilincs nincsen rajta, lehet, hogy ezt éppen feszegették, azt azért törték le. Ezt kapjátok, mekkora kagydók vannak benne! Atya úristen! Ja! Basszus! Ekkora kagylók vannak ebben a folyóban, ne vicceljetek már! Nagyon durva! Atyaságos úristen! Na, hát nézzünk bele! Nem fogjuk tudni kinyitni, ahogy látom. Ja, gyerekek! Nem nyílik sajnos az első ajtóból egyik se, ott van valami csontváznak a... valami állatnak a csontváza. Puh, rettentő büdös és tele van iszappal. Így fogták, kiúzták, ide berakták. Az cső, ennyi, kész, puszi. Nézzük csak, megvan a gombja. Gombja az megvan és fel is van húzva. Tehát igazából nyitva. Szerintem csak hát be van rohadva, mint az állat. Elefántfül. Oh, mit akarsz? Elefántfül is működik. Jó nagy szél van amúgy. De ez valami kegyet. Beváltam a fejem. Kegyetlen durva. És milyen kis cuki kormánya van. A sebességváltó, gondolom ott a rádió, ami volt. Fú, hát ebben nem fog beülni, hogyha nem haragszatok. Hát ez... Azt... És ezt gondoljátok el, hogy itt volt bent a folyóval 20-an akárhány éve. Így néz ki, gyerekek. Honnan húzták ki? Aha, itt is a nyoma, látjátok? Itt van neki a nyoma. Itt húzták. Itt. Nézegettem amúgy...
Google Maps-on felülnézetből, hogy látszott-e a folyóba, de nem, valószínűleg egész mélyen volt. Hát, itt volt valahol. Fogták, belegurították, azt azóta itt volt bent. És ezzel kapcsolatban van egy érdekes sztori, ami Amerikában történt, meg nem is olyan régen került nyilvánosságra, talán 2 éve, hogy egy csávó nézegette a lakhelyét felülnézetből a Google Maps-on, és észrevette, hogy ott a mellettük lévő tóban ott van egy, hát egy ilyen autónak látszó dolog. Majd kiment, és látta, hogy tényleg az egy autó, csak ugye, hogy ott álltál tó mellett, nem látszott, hogy ez egy autó, és kihívta a tűzoltókat, rendőröket, és kiúzták a kocsit, és az egy 1997-ben eltűnt embernek a maradványai voltak benne. Baromi érdekes. Ezt kapjátok ki, te jóságos ég! Tenyérnyi kajdló, de ekkora kajdlók van, de ez még szerintem élt is, amikor kiszedték, valószínűleg a kocsin volt rajta. Te atya úristen, tenyérnyi kajdló konkrétan. Brutális mekkora kajdlók vannak itt ebbe a folyóba. És itt volt bent, ott a lada, a Zalából kihúzott lada, Zalán. Hívjuk Zalánnak ezentúl. Szia Zalán! Ezt kapjátok ki. Olyan, mint hogyha valami háborúba szétlőtték volna. Milyen lyukak vannak rajta? Szabályos lyukak. Ugye a másiknak sikerült kinyitni a motorház tetejét, de hát ennek nem biztos, hogy sikerül. De. Mit akartok? Azt figyeljétek! Törik! Látjátok, hogy törik? Na, hát... Az igen! Atya úristen, így néz ki! Megpróbál elengedni, hát ha nem törik le, úgyis le fog törni. Na! Aksi! Még az aksi is benne van, gyerekek! Légszűrő is! Ezt kapját! Ja? Igen, hát ez kb. Ennyi, tehát itt tropa minden az előzőnél ugyanúgy. Remélem, hogy hasonló lesz majd az utó élete, és valaki lát benne fantáziát, és kirakja valami, nem tudom, benzigút elé ilyen dísznek, mert ez valami haláli. Szinte tök ugyanaz. Színben kicsit más, azt látszódik, de valami kegyetlen durva. Ezt kapjátok ki. Vagy mint a papírból lenne. Durva, gyerekek! Így néz ki a Zalából kihúzott lada. 2021. szeptember elején. Hát, ilyenek is vannak. Aki esetleg tud még autókat a folyóba, vízbe, Balatonba, Velencei tóba, az ne tartsa magába. Gumia is, passzus! Atya úristen, hogy néz ki! Ezt órákig el tudnám nézegetni, gyerekek! Lámpák még megvannak! Atya úristen! Vonóhorgós! Kipufogója is! Hát nem tudom, hogy kinek lesz dolga az elszállítása, de van egy tippem, hogy ez még elég sok. Hónapig itt fog maradni, és valószínűleg itt a futóműné fogva, aha, itt vannak friss sérülések, húzták ki, hát más választásuk nagyon nem volt. Hát a torony része nagyjából még egybe van, de az is kicsit azért el van mozdulva, nem mintha lehetne ezzel bármit is kezdeni, nem azért mondom. A gumik azok nézzetek milyen jó mélységűek. Még használhatóak is. A felni. Ezt arról tért. De ahogy látom, Dunlop gumi van rajta. Meg kellett nézni, hogy valaki ezt elvinni szervizbe, hogy hát haver, ezt kéne megcsinálni. Mennyire vállalnád? Csomagtartónak teteje nincs már meg, vagy alapban nem is volt, nem tudom. Ez mi?
Vagy ez valami nyaklánc, vagy nem. De is. Lehet. De elképzelhető, ez valami... Valami nyaklánc volt. De rágbüdös. Atya úristen. Meg kéne törölnöm a kezem. De rákos az egész. Ja, meg amit még észrevettem, gyerekek, videóztam, de nem vettem észre, hogy gázos volt az autó. Gyerekek. Tehát azért nem egy sima ladáról van szó. Közben jöttek érdeklődők. Hát figyelj, 100 000 forint alatt én ezt nem fogom eladni. Hiába is próbálkoznak. Ali! Közben folyamatosan álltak meg az érdeklődők, amikor az útról megpillantották a zombi kinézetű ladát. Egyikükkel megpróbáltuk kinyitni belülről, de esélytelen volt. Vidd el 100-ba! Odaadom 100-ba, itt szólsz. Mi a tiéd? Dehogy is. Durva. Ez már nekem a második ilyen. Hát egyet kiúztak a Dunából is. Ja, igen. Ott mondjuk ott nem voltam. Én ott is voltam. Ugyanez 1002-es lada. Ugyanígy szarrá rohadva. És csak minden egyszerű. Na, jó. Ez az, egy elejét. Aha, húzom be. Hát, lesz ez. Tekerjük le az ablakát. Ha kalantyút, azt csak ablakát. Hát... 20 éve ott volt. Azt hittétek már, hogy nem akarod beindítani. Jó, nem akarod beindítani. Hát idóhoz, ahhoz szerszámos lállat, én azért tennék egy próbát. És a másik. Még ez még lejjebb is van. Azon látod? Azon is rajta van a kívül. De szerintem azt már kinyitottál. Kapcsolók is lennek. Aha. Basszus. Megpróbáltuk kinyitni, de hát nem. Be van rohadva az ajtó. Szerintem itt, hogy ráfeszítenék valami, biztos, hogy kinyílna, de... Berúbban egyből itt akarom lefeszíteni. Jaj. Nyitójánál is próbálkoztunk, de nem nyílik. Másik felén meg ugye kezemben maradt a nyitója. Hol van? Valahol ide raktam. Ja, itt van. Igen. Szóval ezzel nem jártunk sikerrel. Hogy nyitodok ezt itt tart? Aha. Azt kérlek, hogy betűzni van. Aha, jó. Én nem marad úgy? Nem. Ja. Azért kár ez kijöltet volna. Van már valami, vagy üres? Innen úgy látom, hogy üres. Aha. Hát egyedi látvány, az biztos. Közben megtaláltam a kilincsnek az egyik darabját, hát megfáradt az anyag, valószínűleg próbálkoztak a kinyitással a tűzoltók, vagy akik utánuk jöttek, itt egy hangya mászik rajtam. Így néz ki, és hát valahogy így volt. Valahogy így volt valamikor, régi szép időkben. Valahogy így. Ennyi, megpróbálkoztunk kinyitni, nem sikerült. Kesztyűtartót is kinyitottam, üres. Hát majd úgyis szét lesz bontva az idők során. Így néz ki, gyerekek. És akinek tetszik, ezt el lehet vinni 100 boltodon, gyerekek, 100-ba.
Most nem, ám viccelj, majd 100-ban nem jó. Hát tök új. Hát most húzták ki. Nagyon szép az autó, itt az első sávén van egy minimális karz, az kipolírozható. Gumik jók, első hátsó féktárcsa az ilyen csereközeli állapotban van. Körbenéztünk, nincsen semmi baj, a vezetett szervizkönyv, gyári fény van, itt a karc, nincs az egész autóm. Marha szép. Örülünk, boldogság van. Az elmúlt fél órában mióta itt vagyok, körülbelül 15-20 autó állt itt meg. Majdnem satúfékkel megállt, ketten visszatoladtak, ott nézelődtek, hopp. Tessék, ott egy újabb, megállt ott, az egyik csávó ki is szállt, az tovább ment, gyerekek. Ennyire érdekes is, itt ragadnám meg az alkalmat. Az a tulaj, aki az előző autót Kőszárhegyre vitte, aznak mondanám, hogy itt van még egy, és igazából testvérek, elférnek egymás mellett, lenne társasága mind a kettőnek. Én ajánlom, hogy ha már lúd, legyen kövér. Augusztus 31-én este jelent meg a hír, ami bombaként robbant a sajtóban, 10 hírportál hozta le a Zalából kihúzott Lada esetét. Másnap még nagyjából ugyanennyi weboldal csatlakozott, így még aznap megkerestem a térképen az eset pontos helyszínét, korán reggel pedig neki is indultam az útnak. Semmi információm nem volt azzal kapcsolatban, hogy azonnal elszállították-e az autót, vagy ott hagyták a folyó mellett, így az is benne volt a pakliban, hogy semmit nem fogok látni. Ipari búvárok találtak rá gyakorlat közben az autóra, 3 méter mélységben a Zala folyóban, a Balatonhídvégi híd közelében. A jármű kiemeléséhez Zalaegerszegről érkezett egy speciális mentőegység, ami csörlővel vontatta a folyópartra a kocsit. De hogyan és miért került a folyóba? Nos, nem csak hogy a kocsi történetét sikerült kiderítenem, de még korabeli fotókat is szereztem róla egy nézőmnek köszönhetően. Az 1002-es Ladát 1998 tavaszán lopták el a Nagykanizsai kórház parkolójából. A tulajdonos a bejelentés után még sokáig reménykedett, hogy előkerül, de idővel belátta. Búcsút kell venni a szeretett kocsijától. Ennyi idő elteltével már az autó emléke is megkopott, álmában sem gondolta volna, hogy egy augusztus végi szép napon 23 év után felhívja őt valaki azzal, hogy megtalálták az ellopott járművét. A több mint 2 évtized víz alatt töltött idő megtette a hatását. Papírvékonyra rohadt az egész kaszni, az autó tele volt iszappal, pont úgy, mint a Dunából kihúzott Lada esetében is. A történet nem csak hogy kísértetiesen hasonlít, hanem szinte egy és ugyanaz. Annyi különbséggel, hogy a kíváncsiskodóknak szinte esélyük nem volt. A Lada kihúzása 3. napján a tulaj kiment a helyszínre és hazavitte az autót. Először nem is akarta elvinni, mondván a roncsár már nem tudna mit kezdeni, de végül meggondolta magát. Elmondása szerint csak a hangszórók hiányoztak a kocsiból, minden más a helyén volt. Feltehetőleg a tolvaj megijedt és hirtelen felindulásból tolta az autót a folyóba, de az is elképzelhető, hogy véletlenül csúszott bele a töltésről. Ez már soha nem fog kiderülni. Huszonhárom víz alatt töltött év után az ellopott Lada végül hazatért, ami tudomásom szerint kerti díszként fog funkcionálni, bár a tulaj nem zárkozik el semmilyen ajánlattól. Lehet, hogy társa lesz a Kőszárhegyen kiállított Dunai Ladának? És mennyi autó lehet még a hazai vizekben? Mikor találják meg a következőt és hol? És szerintetek milyen típusú lesz? Ezt majd a jövő eldönti. Vagy a búvárok. Vagy az alacsony vízállás. Na, örülök, hogy itt volt. Abszolút nem számítottam rá, hogy még itt van. Azt hittem már rég elvitték. Hát ezt imádom. Na gyerekek, Urbez Gyula voltam a Roncsok című sorozat legújabb részében. A Zalából kihúzott Dunából kihúzott Zalán. Zalánnak hívjuk, ugye Zalán. Tehát akkor a Dunából kihúzott Lada, ami Zalán. Nem Duna, basszus, Zalán. Na még egyszer, tehát Zalából kihúzott Lada, Zalából kihúzott Lada, ami Zalán. Sziasztok! Gyönyörű, egyszerűen nem tudom itt hagyni. Elviszem. Jó lesz kulcstartónak.